Ma már közhelynek számít az a mondás, hogy egy zavarodott világban élünk. És ez igaz is. Az esti híradó nem beszél másról, mint karambolok, borzalmak, beszámolja nap sorain milyen szörnyűségek értek bennünket. Vihar, tűz. Ilyenkor a mentség, a katasztrófa védelem. Az ő szakemberék azok, akik segítenek a problémát megoldani. Gesszeréden ezt a munkát az önkéntes tűzoltóság látja el. Melynek parancsnoka 35 évig Pataki József volt. Az ő életét mutatjuk most be. 35 év után nyugdíjba vonultál. Hogy vagy? Hát köszönöm szépen, továbbra is segítem az egyesület munkáját, mert az egyik napról a másikra nem lehet abba adni feladni. Tehát amikor segítség van és baj van, még továbbra is, még bírok, segítem az Egyesület munkáját. Nagyon helyes. Kicsit emlékezzünk együtt arra, hogy hogyan is lett te tűzoltó. Emlékszel, biztosan még arra verset tudod, amikor József Attila olyára, hogy tűzoltó leszel, katona. Te akartál-e valamikor katona lenni? Vagy tűzoltó lenni? Hát gyerekkoromban, meg mint minden gyereknek, hogy katona legyen, vagy tűzoltó, legtöbb gyereknek álma. Hát katona is voltam, ugye, két évig, és hogy tűzoltó, hogy lettem, 1976-ban kerültem a Vízműhöz dolgozni, és már akkor bekapcsolódtam az Egyesület munkájába majd 1978-ban vettek fel tűzoltónak, és utána 1983. szeptember 21-től bíztak meg a parancsnoki teendőkről. A parancsnoki iskolát 1985-ben jó eredményre elvégeztem a főiskolán, mert ez egy kitéte volt azért, hogy parancsnok lehessen az ember, tehát ezt el kell végezni. Hány fős lett ez az egyesület? A én időmben, illetve még 56 fő volt, és mindig próbáltunk fiatalítani. Most milyen az állomány? Ö, azt hiszem, vagy 54 fő van, úgy tudom. Nekik van valamiféle tűzoltói végzettségük? Van tűzoltó végzettségek, igen. A, tehát anélkül nem lehet vonulós tűzoltó, ha nincs meg egy 40 órás tanfolyamja, vagy magasabb, mint mondjuk a Sándor fiamnak, vagy Dán Gábornak, nekik magasabb iskolája vannak, illetve még vannak többen. Az önkéntes tűzoltó miben különbözik azoktól, akik hivatásosan csinálják ezt? Hát sokba különbözik, mert az önkéntes tűzoltó ingyen, bérmentve végzi a feladatát. Van, amik szinte majd, hát nem teljesen, de ugyanazok a feladatokat is el kell látni, mint egy önkormányzati vagy egy állami. Katasztrófa védelemről beszélünk most már, tehát ha egy tűzhöz vonulunk, akkor ők irányítanak, tehát Régebbi időkben mi is elkezdtük a autást, meg el is végeztük, de most már itt irányítottam van. Hogyan érkezik ide a hívás, az a riasztás? Itt Geszrédi viszonylatban nyolc fő kap riasztást, és akkor, ha nem észre valaki, egymást értesítjük, és így tudunk vonulni. Milyen a felszereltsége a Tűzoltó Egyesületnek? Hát nagyon jó felszereltségünk van, arra büszke lehetünk, 15 éve. Biskétű kaptunk egy Magirus tűzoltógépjárművet, járművet, és vízzel felszerelve megfelelő szerkezetünk, tömlőnk van, szivattyunk van, kéziszerszámok, agregátorunk szinte. Hát mondhassuk, hogy közelítsük egy önkormányzatit, annyi, hogy a, nekünk vágó feszítő felszerelésünk nincs, ami elég veszélyes is, mert ugye az a bemérések, az egy baleseteknél, hogy a ki, tehát az arra három képzett emberünk is van, de az elég költséges, és nekünk az nincs. Ez egy hiányunk, így mondjuk. Ki tartja fenn ezt az Egyesületet? Hát az Egyesületet az önkormányzat, vagy az előtti tanács. Mert ha nem finanszírozná, akkor nem tudnánk működni, ugye üzemanyag és egyéb költségek. És pályázatból szereltük fel éveken keresztül magunkat. Minden évben pályázunk, és nagyon sok eszközünk van. Melyek azok az esetek, amelyeket ti is el tudtok látni? Hát sok minden, tehát avartüzek, vagy balesetnél segítkezni, forgalmat irányítani tűznél, meg ugyanúgy bálunk mi is, hogy egy-két sugár, ami meg van határozva, tüzet körülhatárolni, vagy katasztrofális esetben viharkárnál, ott mi is tudunk önként, ha azt mondják, hogy menjél Lárpár utca 42 számhoz, irányítnak bennünket, vagy árvizek vettünk részt sokat, a Erdelény vagy a Borsod sok helyen vagy szivattyúzni, ott önállóan tudunk mi is végrehajtani. Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nem csak Geszterének a eseteit látjátok el, a történt. Hát el, 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 elsősorban Geszterédet, de ha megkérnek bennünket, árvizek, belvizek, tehát sok helyre el megyünk, mindig mentünk. Már csak ha Geszteréden van tűz, akkor azt csak ha, ha, mondjuk a szomszédos bökönybe van, vagy Balkányba voltunk segíteni, vagy Biri, vagy Nagykáló, akkor ha riasztanak, csak akkor megyünk. Tehát úgy önként nem lehet, hogy felülünk, és akkor mi megyünk. Csak utasításra megyünk. Mivel önkéntesek vagytok, mindenkinek van munkahelye. És ha napközben érkezik valami, akkor tudjátok egymást mozgósítani? Van olyan ember, akit ilyenkor tudtok küldeni? Igen, tudjuk, de általában mindig arra kell figyelni, hogy legyen egy gépkocsi vezető, hivatásos, tehát aki pávedgyel rendelkezik, és utána annyin mindig össze tudunk három, négy, öt, valamikor tízen is össze tudunk szerelőzködni egymást értesítve, meg szerencsés helyzetben voltam sokáig, mert a vízműnél nyolc tűzautó volt. És akkor olyan, ott már elég volt, ha egy telefon, és onnan, aki tudott, vagy mert ugye a helybe volt, mert nem a határba, vagy a, tehát a vezetéken, akkor már egyből sokan lettünk. Tehát mindig tudtunk vonulni. Gyakorlatilag az ember úgy nagyjából van képbe ezzel, hogy egy tűzoltó hogyan indul el, hogyan megy a tűzhöz, de azt tudjuk, hogy, hogy percek alatt kell készen lenni, egy percek alatt felöltözni. Van-e védőruhátok, és ezt, ezt gyakoroljátok-e, vagy hogy van ez? Hát igen, nem olyan egyszerű, mert ha éjjel két órakor kigyújt mondjuk egy villanyóra szekrény, már majdnem a tető égett. Hát itt gyorsan kell, úgyhogy úgy van, hogy van, amikor a pizoma is rajtam maradt, vagy alsó drág nélkül, mert ott nincs lehetőség itt, hogy itt minél hamarabb menni kellett, hogy minél hamarabb tudjuk a kárt elhárítani. Nektek van védőruhátok? Igen, és van, nagyon jó felszerelt védőruházatunk van, van. Tehát minden tűzautónak védőruha, védősisak, védőcsizma, tehát mindenünk van, mászajó, tehát el vagyunk látva. Olvastam valahol, hogy van a tűzoltóknak olyan fejszéjük, amivel száz Akár száz műveletet el kell tudni végezni. És én ezen gondolkodtam, hogy milyen lehet az a balta. Hát egy kis tűzoltó balta nem egy olyan nagy dolog. Azzal egy szeget is be lehet ütni, akkor egy tetőt megbontsa. Tehát sok műveletet lehet vele. Ezeket gyakorolják valamikor az önkéntes tűzoltók? Hm. Nem, nem igazán. Tudják, azok, hát ismerik a kalapácsot, meg Baltát, úgyhogy nem. Geszteréden szokott lenni tűzoltó verseny, és mindig nagyon jól szerepelnek a geszterédi önkéntes tűzoltók. Nagyon sok első értünk már el, második, harmadik, ötödik, tehát fel kell készülnünk. Sőt, lett egy gyermeki ifjúsági rajunk is, aztán egy női rajunk, aki háromszor a négy év alatt első évben nem nyertek, a utána három évben mindig elsők voltak. Olyan jó fel tudtuk készíteni őket, nagyon ügyesek. Tudja, a férfi raj, az már profik, azok tudják, általában nem mindig változtatunk, ha csak egy-két ember kiesik, úgy általában 40-45 éves korig, hogy jó, ott futni is kell, hogy még bírják, addig nem nagyon változtatunk. Egy lánglovagna mindig edzetnek is kell lennie, és jó, ha sportol sportoltál-e valamit? Igen, sportoltam. Labdarúgást választottam 1965-től 90-ig. Tehát egy negyeszázadig voltam Gesserit futballcsapat kapusa. És mindig edzett állapotban voltam. Jó dolog volt edzettségem, akár a versenyeken, mert ugye a tűzoltó versenyeken én is szinte ilyen 40 éves koromig futottam, versenyeztem, és ez nagyon sok erőt adott. És még a sport mellett állandóan a katonaság óta önkéntes véradó voltam. Ilyen közel százszoros véradó voltam. Úgyhogy amikor tehettem, evel is példát mutattam és segítséget, sőt buzítottam a fiatalokat vagy tűzautókat, és azok közül is sokan részt vettek a véradásba. Nehéz geszteréden tűzoltókat toborozni? Én időmben nem volt nehéz. Jöttek, még válogatnom kellett. Tudtam kifelel meg, meg tehát hogy elkölcsileg is, tehát mindenféle embert eleve nem is vettünk fel, már így a testület, mert megbízhatónak kell lenni, hogy el ne vigyen valamit, de az újabb időkben az új parancsnok is, hogy nem nagyon tud fiatalítni, mondom, fiatalítni kell. Ugye akik én velem voltak, már 60 évesek, meg 60 felettiek, már kiöregednek. Az a pár maradt, úgyhogy vagy 10 fiatal még, aki vonuló képes. Nem. És fiatalítni kéne nagyon, és nem akarnak. Úgy itt már mindig azt kérdezik, hogy mit adtok, milyen fizetés, itt mondjuk, hogy ez önkéntes, ez nem jár fizetés itt csak egy jó barát összejöhet el, vagy valami, itt ennek ez a fizetsége. Hivatásos tűzoltók is voltak azon a gyűlésen, ahol én voltam itt egyszer egy egyesületi gyűlésen, és ők bizony nagy elismeréssel beszéltek rólatok, hogy egyenértékű munkát tudtok végezni a hivatásosokkal. Hát igen, mert igyekeztem én is mindig felkészíteni az embereket a feladatra, sőt, volt, amikor vasárnap reggelente, mikor ráérnek az emberek, mert ugye mindenkinek munkája van, és akkor megbeszélünk dolgokat. Tehát, hogy tisztában legyen, hogy nehogy fordítva kapcsolódjon össze valamit. Tehát, hogy szakmailag értették ezek a fiúk, hogy megtanulták, hogy mind kell, és persze az állami, vagy a hivatásos, vagy a katasztrófavédelem is nagyon elégedett volt a munkánkkal, mert mindenütt megjelentünk. Tehát ahova kellett, tehát mondom, ez nem csak katasztrófa védelmi, vagy bármi, mink mindenütt helytáltunk, és ezért kaptunk sok dicséretet. És nem hiába, hogy 2007-ben Gesszeréd a szabolcs szatmár megyei tűzoltó évegyesülete volt, 17-ben, meg a... Geszered önkormányzata, a kitüntetést adományozta, és plusz 100 000 forintot, amit azonnal el is költöttünk, egy kombinált hűtőszekrényt vettünk, és hogy az, 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 is lett. Mert hogy van egy szép tűzoltó pihenőhelyetek is. Ezt szeretném mondani, ez sok év után, ez nagy öröm volt számomra, illetve én mindig kértem, vagy valami, de nem volt egy pici iróda. Ennyi volt. Nem tudtunk tisztálkodni, kezet mosni, és ez egy roppant, nagy, jó dolog lett, mikor ez elkészült. Van zuhanyzó, WC, akkor a szép most már hazavittük, vagy a pihenőben, mert eddig a önkormányzatnál volt, a vitrinbe, ahogy elkészült meg a polc, és azóta mi őrizzük, és bárki örömmel bejön, ott, ha én elég gyakran még Kinyitom az ajtót, talán én érek rá legjobban, és bejönnek, hú, ennyi, hát mondom, ez ennyi 35 év eredménye, vagy a két, mert azóta, hogy két éve nem volt verseny a járvány miatt, szinte az mind én időm bűvaló. És a régiek bűvünk meg sajnos egyetlen sejelleg maradt, Na de új időszak kezdődött akkor, amikor te elkezdted itt a szervezkedést, de ebben nagyon nagy érdeme van a te családodnak, hogy az egész családod tűzoltó. Igen, tehát családi háttér nélkül ezt az önként vállalt közrelezettséget sem lehet csinálni. Tehát itt segítség kell hátorul, mert itt, én, itt kellett hagyni akár verseny, vagy kataszofa védelemhez mentünk, és itthon a feleségnek végezni kellett a munkáját. Ugye a fiam, mikor elérte a 18 évet, tűzoltó lett. Saját, ha tűzhoz mentem, ő már 10 éves korától jött utánunk, ha nem éjjel volt, éldi lányom is jöttek, aggódva figyeltek, hogy hogy végezzük a munkánkat. Közben ugye Ildi lányom is a női versenyrajt tagja lett, Sándor fiam már több mint 20 éve, és a kisunokám, aki elmúlt 18 éves, az meg a gerendán futott. Tehát így meg a feleségem, meg ő is na, aktív tagja Egyesületnek, tehát így az egész család be lett vonva. Nagyon szép dolog egy családtól, akkor nem volt nehéz nekik úgymond eltűrni, hogy a családfő mit csinál, mert együtt tudnak veled érezni, akkor is, hogyha esetleg féltenek, mert a tűzoltóság azért veszélyes munka. Igen, mert nem tudjuk, mibe megyünk be, egy gázfalaszk, vagy bármi, robbanhat, és ugye ez egy felelősség. És akkor persze, hogy aggódik a család de azt én mindig úgy csináltam a tűzautó egyesület tagjainak, én bármit, kirándulást, meg egyéb dolgokat szerveztem. Én mindig gyermekpárti voltam, a gyerekek, a feleségek nélkül, én rendezvényeket szinte, vagy bált csináltunk, szinte mindig bevontam a családokat. Közgyűlésekre is, a feleségeket is meghívtam, hogy érezzék, és így érezték, hogy nem hiába megy el a férje a tüzet oltani egy valami, és hogy ők is egy kicsit részesei a dolognak. Mivel önkéntes tűzoltó vagy, természetesen neked is munkahelyed volt mindig. Hol dolgoztál legutóbb? A 35 évet a vízbenél a Szavicsab, utána a Nyírség Hát azért össze kellett egyeztetni, mert én ott hagytam ám a munkámat, tehát mert jó helyen voltam, és a munkámat utána is el tudtam látni. Nem csöjtődés volt, mert úgy akkor eleve nem hagyhattam ott, de egy vízóra cserék, vagy bármi, ami feladat volt nekem, az utána, ha plusz időmben is én elvégeztem. Tehát sosem volt gond a főnökeimmel, vagy de bármikor elengedtek. A sok munkád mellett voltál önkormányzati képviselő is? Igen, voltam. 80-tól 90-ig tanástag, ebből 5 évig VB tag, aminek 5 volt tagja. És az döntött így a dolgokról. 90-től 2002-ig, háromszor négy évig voltam önkormányzati képviselő. És utána már nem jelöltette magam. Tehát így a önkormányzati akkor már abbahagytam, úgy gondoltam, csak a, inkább a tűzoltóságot viszem nagyobb becsülettel tovább. És mindig Geszteréden éltél? Itt is születtél, úgyhogy most egy kicsit visszamegyünk a gyerekkorba. Mikor is születtél te? 1951. július 27-én születtem Geszteréden. Esély a szüleidől, a családodról. Hát én is, mint a, általában a geszterédiek, ugye, egy, nem azt mondjuk, hogy szegény családból, de egy átlagos családból. Származom, apám kubikosként, segédmunkásként dolgozott építőiparban, édesanyám háztartásbeli volt, és utána a TSZ-be dolgozott, és onnan nyugdíjazták le. Hárman vagyunk testvérek, egy nővérem, Erzsébet, és egy hugom, Anna. Ők is itt élnek, Gesszereden. Az általános iskolát itt jártad, aztán hol tanultál tovább? Két évig voltam a Nagy Kállari növényvédőgépész szakközépiskolában. Aztán úgy gondoltam, hogy ez nem nekem való. Itthon is lehet kapálni, permetezni, és én utána elmentem Miskolcra és más vízszerelő helyre kerültem, és majd Budapesten és Nyíregyházán több szakmát szereztem. Központi fűtés, csőhálózó szerelő, vízmű és csatorna kezelő szakmunkás, daru darukezelő, közben 18 éves koromban hivatásos gépjárművezető vizsgát raktam, és katonaságnál, mint gépjárművezetőként voltam. Mikor tértél haza gesztelédre, mert hiszen ez eddig szépen fest, hogy Budapesten meg több Hát igazából, szóltam. igazából mindig itt éltem, mert a Miskolca is eljártam dolgozni, hetente jártam haza. Utána a katonaságom után Budapestre kerültem át dolgozni, de ott is két hetente hazajöttem, tehát én mindig itthon voltam. Mikor nősültél? 1974. szeptember 7. Hol ismerted meg a feleségedet? Budapesten, a Margi szigeten találkoztunk, mikor katona voltam, és utána elkezdtünk levelezgetni, és döntenem kellett, mert katonaság után vissza kellett menni ugye a régi munkájemre, Miskolcra, és akkor döntenem kellett, hogy maradok Miskolcom, vagy akkor abban marad a dolog. Döntöttem, felmentem Pestre, és akkor 72. júliusától Pesten dolgoztam, majd 76. márciusában kerültünk haza. Akkor a feleséget nem Geszterédi születésű? Ő szolnoki születésű, és utána érdre költöztek, és ő ott végezte a szakmunkásképzőt, élelmiszer, ipari szakmunkásképzőt, és utána haza kerültünk 76-ba. A balkányi áfésznél kapott élelmiszer eladói állást, bökönybe volt elébb, utána itt a nagyboltba, ő a T.S. biogál üzeméhez került, és onnan leszállt zoleikolásraig. Azt hiszem 2011-ig ott volt. A házasságotokból két gyereketek van. 77-ben Ildikó lányom, és 80-ban a Sándor fiunk, aki itt él velünk. Mit csinálnak most a gyerekeid? Ildikó a. Nagykálai Kálai kórház Kórházon dolgozik, ő az egészségügyi iskolát végzett, a, attól a pillanattól ő azóta ott van, közben lediplomázott egészségügyi főiskolát végzett, mint szociális munkás. A Sándor fiam, ő szakmát szerzett, majd ő mindenhogy tűzautó akart lenni, elvégezte a tűzoltó szakmunkásképzőt, az is sikerült neki, és utána Érden teljesített 20 hónapig szolgálatot, és utána szóltak Nyíregyházára, hazajönne. Ő így hazajött, és majd rá egy évre elküldték Budapestre egy éves tűzoltó kataszofa védelmi technikumot is elvégezte. Ő jelenleg különleges szerkezelő, színzetes tőzzászlós, úgyhogy ő jelenleg nyiregyen teljesít szolgálatot. Plusz segíti minden szabadidejében a gesszeréd Önkéntes Egyesület munkáját. Nem esett messze az almafájától szokták mondani, van volt kinek továbbadni. És unokátok van-e? Egyelen egy unokánkon, van, Gréta, betöltötte a 18 évet a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium negyedik osztályos tanulója, most volt a szalagatója, vagy két hete. Mind a ketten nyugdíjban vagytok most már, és itthon vagytok. Gondolom, hogy nem unatkoztok azért még, hogy eljöttetek a munkahelyetekről. Nem unatkozunk, még több munkánk van, hát a kis kertbe gazdálkodunk, aztán a kinti földet kiadtuk, meg hogy mama elhalt, a nagy kertet, azt is mi munkáljuk. Meg mamának van egy kis konyha kertje, vagy volt, és azt is mi a hugomnak besegítve, azt mit csináljuk közösen. Jut-e időd arra, hogy valahol valamilyen civil szervezetben dolgoz, és még ahogy eddig is nagyon sokat tettél Gásterédért, még most is dolgozol érte, esetleg még a jövőben is számíthatunk -e rád? Örültem az Arany Szabja Társaság egy az, hogy megalakulásának, és hogy egy emlékhely lett kialakítva a Nyíritanyán. Én első perctől, az első kapavágástól, ásóval, lapáttal részt vettem az utolsó befejező munkálatokkal. Betonoztunk, fát ültettünk, füvet nyírtunk, minden olyan munkát, szinte minden alkalommal, ha szóltak, amikor segítettem, és végeztük a munkánkat. Meg természetesen a önkéntes tűzoltóságot sem mellőzöm, mert ez szívügyem még bírok. A feleségem a könyvtárba, kis klubban vannak, ő oda jár szívesen. Tehát a nyugdíjasokkal nagyon jó kapcsolatom volt, ha meghívtak bálba vagy egy rendezvényre, én mindig elmentem. Milyen most itt a nyugdíjasok élete ebben a faluban? Hát úgy szerintem, mint máshol, de van egy mozgató rúgó, nagy becsülettel nézek rájuk. És nekik köszönhet önkormányzat minden rendezvényen, ezek nagyon sokat a legtöbben segítettek. Ha jól számolom, akkor ebben az évben 70 éves vagy. Ez egy nagyon szép évforduló, és nagyon sok mindent tettél az életedben. Kaptál-e valaha valamilyen elismerést? Hát sok elismerést kaptam akár a civil vagy a tűzautó, hát egy-kettőt mondjuk a önkéntes véradás, érdemes társadalmi munkás, parasoki díszisak, dísztőr, díszbalta, pecseidőrű, gyűrű, kitüntetéses vagyok, elismertek az emberek, mai napig is a gyerekik is előre köszönnek, ordások, tűzautó bácsi. Én úgy érzem, hogy megérte azt a 35 évet, társadalmi munkával csinálni, mert mai napig is tisztelnek az emberek. A 70. születésnapodon a lányod köszöntött téged egy nagyon szép beszéddel, és azt mondta, az én apukám egy olyan tűzoszop, amit nem lehet soha eloltani. És én azt kívánom neked, hogy még sokáig égélt ilyen magas hőfokon, és lelkesedjél így a faluért, mint ahogy Eddig tetted, mert akkor van arra esély, hogy van a fiataloknak példaképük, és van mit átadnunk. De most itt, mit üzennél nekik, hogy ugyanúgy tudjanak lelkesedni és égni folyton a jó cselekedni? A fiataloknak azt üzenem nem, hogy mindenki tanuljon, akár szakmát, diplomát szerezzen, mert enélkül nem tud létesülni. Egy közmondással szeretnék befejezni a beszélgetést, jónak lenni, jónak, jó, őszintesség, ősi, nemesi cselekedet.